A Nyíregyháza Spartacus és a Nyíregyházi Egyetem szomszédai egymásnak, a jövőben pedig még szorosabban kötődik majd egymáshoz a futballklub és az oktatási intézmény. Az egyetemen mintegy 200 hallgató tanul sport és rekreáció alapszakon, illetve edzőszakon, az együttműködési megállapodásnak köszönhetően a jövőben a diákok számára a Spari biztosítja majd a gyakorlati helyet. Egyrészt egy olyan terepre mennek ki, ahol nagyon jó gyakorlati ismereteket szereznek, de hát ezen túlmutat a most megkötött együttműködési megállapodás, mert kívánunk közös kutatásokban részt venni, egymás épületeit kívánjuk egymás szolgálatába helyezni, a beiskolázási programunkban is közösen fogunk részt venni, és a közös akár képzési kínálatunk bővítésében is aktív szerepet várunk az akadémiától. Németh Károly arról beszélt, hogy a Bozsik Akadémiánál igyekeznek a fiatalokat felkészíteni a futball utáni életre is, és azoknak is perspektívát szeretnének kínálni, akikből nem lesz profi labdarúgó. A középiskolát befejező labdarúgóink, akik az akadémiáról kiöregednek, azoknak próbáljuk azt a rétegét, akik a felsőoktatásba szeretnének tovább tanulni, e felé irányítani, főleg azokat a srácokat, akik a sportszakirány felé orientálódnak, és itt van lehetőségük testnevelői tanári szakra, akkor sportrekreációs szakra, edzői szakra jelentkezni, és mellette pedig nem kell abba hagyniuk a futballt, hiszen a Spari 2 csapatot azért hoztuk létre ebbe az évbe, hogy a fiatalok az átmenetet képezhessék az ifi és a felnőtt kor között, és ott bizonyíthassák, hogy esetleg egy vagy két évet még, ha ráhúznak, akkor bekerülhetnek a felnőtt csapatba. A kettő nagyon szépen kiegészíti egymást. A Nyíregyházi Egyetem rektora elmondta, hogy a jelenlegi labdarúgó és úszóedzői szak kiegészül a kosárlabdával, és a következő évtől meghirdetik ezek angol nyelvű képzését is.